De jó édesem, meg jót kajázunk. Jó, de jó. Most én köszönöm, most vezettem el. Jó kis sört meginnék szívesen. Jó, nem kedvem vezetni. Van, drágaságom. Ma abszolút úgy tervezem a napot, hogy elmegyünk kicsit pihizni, elmegyünk ebédelni, a telefonhoz nem nyúlunk. Csak. Nem, mert ezek az autó, hogy valami nem érzem. De valami fura. Neked is? Te is érted? Hát én nem, én csak jó, amit hallottam volna. Igen. Úgy hallottam valamit, mintha fölvettünk valami kereket, a kerékbe beszólult volna valami, mint kavics, vagy valami hasonló hang. Ilyenek egy gyorsan észreveszem, és akkor Zsuzsika is mondta, hogy valami nincs semmi a kormánnyal, hogy kicsit rángat. Várjál, valamit ki is jelzett. Húz is a kormány balra. Jó, jó, nyugodj meg, légy szíves, ne kezdjük el. De most mi ez? Semmi, semmi. De olyan nem, fura, mint hogyha nem gurul. Olyan fura, mint a visszatartana valami. Mi a part? Nem tudom, ugye ez... Fel kell álljunk. De aha, lassan, ma valami nem jó. Valami kis, nagyon kis, nem kis jó. Csippant valami. Állj föl, te rendesen kicsim. Mi az? Szerintem defekt lesz. Mindjárt megnézem. Nem már. De mindjárt megnézem. De nagyon jönnek itt az autó. Most itt nem, itt fölálltál. Várjál. Te ne szállj ki. Teked egyenes zsogja a kereked. Egyenesbe. 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 Miért? Hogy van? Ne, ez nem egyenes, arra van egyenes. Ez jó? Ó! Oh. Defekt. Nem már. De. De. Igazából van rajtam némi röhögő görcs is. Tehát legszerűen akkorát röhögnék. Szépen kikeráztuk magunkat, tényleg. Csácsiba, Zsuzsika is, felkészültünk, hogy ma lángzám, és nem hiszem el, hogy defekt. De mióta jöttünk vajon így? Gyere beljebb! Már csak ez hiányzott. De van nála, hallod, itt van az a régi kerék. Milyen régi Te rá tudod tenni? Persze, de milyen kerék? Van minden hozzá? Én nem tudom, hát mi ez a kerék. Kulcs, meg egy, vagy várjál, meg egyet, hogy lehetem is defekt, mert nem hallok sziszegést. Ha, nincs a pumpád, ez a pumpád, nincs kerékpumpád, ez a kompresszorod, nincs ebben a kocsiba. De van, apa tett azt is, de én nem értek én nem hozzá. Láttam. Hát szerinted? Hát édesem, azért nem csak vezetni kell az autót, jó, hogy segítek. Én akkor sem tudom. Hol van? Én ne harag, az a kerék, de nem kéne, ott van, tedd ezeket. Igazából körülbelül egy olyan 4-5 kilométerre lehetünk a lakásunktól. Ezt nem tudom felfogni az agyammal. Arra sem adott esélyt a jó Isten, hogy elinduljunk. Most megnézzük egyelőre, hogy leereszte. De nagyon vigyázz meg. Adj egy izé, nincsen mellényed. De tedd ki ezt is. Az a biztos. Akkor tedd ezt ki, meg a kompresszort. Tedd ki, szét kell hajtani, oda tedd, oda is, meg az izét, megnézem. De lehet, hogy már indulhatunk is el. Hát csak akkor kell kitenni, hogyha le kell cserélni a kereket. Nem baj, én kitakom, biztos, ami biztos. Nézd meg, úgy mennek, mint az állatok. Na. Hú, jön a busz, vigyázz. Nem hiszem el. Akkor azt, csukd már be az ajtót. Várjál már, mindjárt. Ez kibírhatatlan. Azt ez hogy van? Azt ki kell támasztani azzal, ezeket támasztani, ezzel, ezeket. Jó, azt oké, építs csak... föl, azt oda, és ezeket támasztani. Teljesen sokkot kaptam ettől az egész szituációtól, nem hogy még szerelgessem a háromszöget, tehát ez borzasztó volt. Nem áll. Hagyjad. Hagyjad. Nem már mindenki látja, itt a vezetők, hogy milyen latabárok vagyunk. Megvan, megvan. Na. Igen, és ezzel így támasztod, nézd, cica? Hát még nem kell. Hála, jó Istenek, lekapogom, még jó, nem kellett. Jó, várjál, mert még soha. Nem biztos, hogy kell. Lehet, hogy már ez indulatunk is. Hát nem bírom. Cucu, segíts már, én még soha nem tettem ki ilyet. Jó, de ne ott, szerinted kikerüli ki. Azt messzebb kell tenni, kicsim. Én értem, de ne haragudj, hova tegyem akkor? Oda a végébe, hogy legyen ideje kikerülni minket. Hát ide rakod? Hát mi értelme? Oké. Ez agresszíven nyomja. De mert nincsen. De szerinted jó lesz? Nincs egy darab bár benne. Mi van? De emelkedik, hallod? Igen. Aha. Ja. Na, megnézem, hogy leereszte. De hát akkor is meg kéne nézetni, nem? Hát persze, de először lássuk meg, hogy de nem azt... De hol van itt gumis? Majd azt megoldjuk kicsi, mert nézzük meg, hogy lehet, hogy volt. Hol van? Úgy van, hol vagyunk most? Hol vagyunk? Tölbányán. Attiláék. De ott nem gumisok. Az mindegy, de műhely, megoldják. Ez ereszt. Hí, ez nagyon ereszt. Ez ereszt. Ú, basszus. Hát ezzel nem jó, akkor gyorsan üljön, készülj a indulásra. Mi van? Csukd le, dobd be, gyerünk, addig fújom. Dobd be a keresztet, szívem. Gyorsabban? Hogyan gyorsabban? Ennél nem tudom gyorsabban. De tudtál, mi nem? Jó, ered. Ülj be. Készülj az indulásra, de nehogy nekem gyere. És hova teszed ezt a zsinort itt? Most úszki. Úszki, dobd ide. Jó, jött. Oké, készülj.
Gyere már gyorsan, közd be magad, jó, ugrás. Jó, már bekötöm, na, menjünk, figyelj, menjél, és hogy én már nézem a kereket, hogy nem eresz le. Nézd már, nem jön ez a... Hogy tudok innen lejutni? Menj, balra, dur. Menjünk, és majd én figyelem. Igen, csak jönnek az autók. Indexelsz? Igen. Kömert, ezt a munkókat... Engedj már ki. Ezren jönnek kb. Ezután menj ki, mert leereszt a kerék teljesen. Jó. Szóval kiment volna. Kerékkel? Én nem mentem volna. De ha mennyire minél többet vársz, de most még jó. Menjünk, menjünk. És figyeld, tudsz kifelé figyelni? Nagyjából látsz valamit? Hát na, mennyi, majd érezni lehet. Mennyi, csak mennyi, majd én tudom. Szerintem biztos, hogy nem jutunk ezzel az egy fújással el Attiláékhoz. Tudja, hogy még egy 4x-5x meg kell állnunk, mert nagyon gyorsan leereszt a kerék. Jó, jó van már! Állj, menjél, menjél tovább, nem menjél tovább. Ne dudálj már! Hát nem látja, hogy lapos... Ezt nem hiszem biztos, hogy lehet azért, mert lapos a kerék, állj félre. Itt nem, hát azért dudál, mert nem fér el. Hát nem látja, hogy baj van. De nekik tényleg kell, hagyj nézzem meg a kocsit. Jó, ez megint lapos. Nem áll. Gyorsan a háromszög. Háromszög, tedd ki kicsim. Ez így nem lesz jó, ez még akkor defektes. Szerencse nem hajtottam mi jobban őt. Akartam rádugni, hallod? Nem hiszem el. Hallod? Ez már... Ez csak már menjünk, mert itt el fognak gyilkolni minket. Hallod, elesek! Jó! És... Egy, kettő, figyelj! Készülj! Menjünk, hol a kupak, hol a kupak, hol a kupak? Életemben 3546 kupakot hagytam el ilyen esetekben, de az igazság, hogy magasról letoljam, mert azt akarom, hogy érjünk el az Attilához, jussunk el oda, és valamit találjunk ki, és menjünk már végre egy kicsit lazítsunk, mert nem tudok egyszer lazítani. Sík idegroncs vagyok. Miért kell ezeket a kupakokat feketére? Mert, ugye, mert az aszfalt is fekete, és nem látom, a kocsit is fekete, és nem látom sehol se. Oh.